400 pontos, 1,4 os eséssel nyitott a New Yorki i Dow Jones indexe, miután Donald Trump bejelentette, hogy koronavírusos. A Nasdaq 2 ot vesztett értékéből, az észak-amerikai VT nyersolaj ára pedig közel 5 kal csökkent. A piacok a szakértők szerint most azt figyelik, hogyan hathat az ügy az elnökválasztás kimenetelére. Szeptemberben az Egyesült Államokban 661 ezer új munkahelyet jelentettek be. Ez szerint a munkaerőpiac lassan heveri ki a sokkot. Bár 22 millió helyet már csak 10 millió körüli a munkanélküliek száma, mégis lassú a javulás, még mindig 7,9%-os a munkanélküliség.